Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület ülésen a képviselőtestületi tagokat, Mokra Gabriella Vörösmarasmokasszonyt, Marcis Norbert urat, az új körzeti megbízott urat, Alá Józsefnét, pénzügyi főtanácsos asszonyt, illetve Herr Tamást, a Nemzetiségi Önkormányzatnak az elnökét. Megállapítom, hogy határozott képesen jelen vagyunk. Griff Albertné képviselő asszony jelezte, hogy késni fog továbbképzésen, de meg fog érkezni idővel. Határozott képesek vagyunk, úgyhogy a napirendről szavazzunk. Nekem a napirendhez két hozzászólásom lenne. Én azt kérném, hogy a 3-as, illetve az 5-ös napirendi pontot azt foglaljuk egybe. Ez a önkormányzati gazdálkodás első fél évi alakulása, amelyben benne foglalkozik az 5-ös, a beruházások áttekintése, úgyhogy azt kérem, illetve a zárt ülésben a Kft. Alapítók iratának a Vízmű Kft. Alapítók iratának a jóváhagyásához. Ezt van szükségünk, úgyhogy aki ezzel egyetért kérte, kérem, hogy jelezze. Köszönöm szépen. Van-e bárkinek napirendi pont javaslata mára? Akkor úgy látom, hogy nincsen, mehetünk. Az első napirendi pontunk a körzeti megbízott úrnak a bemutatkozása. Örömmel veszem, hogy a képviselőtagoknak bemutathatom Marcis Norbert urat. Ő lesz az új KMG-sünk. Szeptember 1-jel kapta meg ezt a területet. A többit ő majd elmondja magáról, illetve Mokrai Gabriellának, hogyha bármi közben iktatni valamit. Fogadom, hogy előtt a kenyerem, és ezt szerintem majd ő bemutatkozik. Jó, köszönöm szépen akkor. Marcis úr, köszönöm a szót. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Én Marcis Norbert vagyok, hogy elhangzott. Budakalászra jöttem mesterségem címmel körzeti megbízott. Ez azt jelenti, hogy a falu rendőrével állunk szemben, vagy látok szemben. Szentenei lakom, így jelenken van, onnan látjuk ezt a szolgáltatot, illetve Tajtó falu rendőről sem vagyunk állandó szolgáltatban. Valamint veszük fel a szolgáltatokat, illetve ott is adjuk le. Majd a Gabriella megerősítettem, vagy sem, hogy egy darab GTM-ünk van jelenleg, egy Ranger típusú személygép, hogy sem ellen kivitt a szolgáltat, mint KMD-sként, úgyhogy elég sokat lehet most találkozni ezzel a Ranger típusú autóval, nem tudom, ki találkozott, ki nem vele, úgyhogy itt a területen most picit így megkezdtük ezt a rendőri munkát tulajdonképpen. Szomorú sors is van, mert 3 darab kandellábra felloptak, nem tudom, hogy tudunk-e róla. És ezt is tolmácsolni kellene, ha valakinek valami érdemi információja lenne, akkor milyen nagy a kár, 400.000 forintos kárról beszélünk. Azért, ha meg tudnánk ezt oldani, hogyha valami információ felmerül, akkor engem el lehet érni a bemutatkozó szövegben, lesz majd egy e-mail cím, illetve egy telefonszám. Én azon nyugodtan bárki bármilyen információval bír, akkor ebben a kapcsolatban megtalál. Illetve bármilyen, amivel tudok segíteni rendőri dologgal, abban megpróbálok legalábbis. Ha én nem, akkor pedig van nekem főnököm, aki ebben biztos, hogy tud majd segíteni. Jó? Nagyjából ennyi róla, úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én Budakalászon 17 évig szolgáltam azát, úgyhogy azt kellnék tudni, hogy ez most egy új kihívás, egy új közeg. Meglátjuk, hogy mit lehet ebből majd kihozni továbbiakban. Köszönöm, hogy meghallgattam. Közötti megbízott úrral készült egy riport formájú bemutatkozás a Modern Híradóban. Ez már a nyomdában van, úgyhogy október elején megjelenik. Ott lesznek elérhetőek az egy telefonszám, illetve az e-mail címe. Tehát, hogyha bárkinek ez majd kelleni fog, reméljük minden kevesebbszer. Van-e bárkinek kérdése a rendőr úrhoz? János? Én csak azt szeretném kérdezni, hogy de inkább ez talán felénk is, hogy akkor ezek szerint nem Bogdányban fog lakni a helyi? Egyelőre nem. Egyelőre nem. És van esetleg arra valami távlati elképzelés, hogy igen vagy nem? Vagy, mert hát, ha a helyi megbízott, akkor ugye valószínűleg a falu lakossága szeretné, hogyha helyben lenne gyorsan elérhető a körzeti megbízott. Mert eddig is így volt tulajdonképpen. Úgy van, ha én nem leszek elérhető, akkor a 112 mindenképp a helyi rendőr az biztos, hogy elérhetővé válik. Nekem is 8 órát kell dolgozni, úgyhogy 12-t, ez attól függ, hogy milyen beosztásban dolgozunk.
de azt itt fogom ellátni. Tehát mint tudom a területén, azon kívül pedig bármivel nem tudom, hogy tudok-e majd segíteni, akkor ha nagyon nagy gond van, akkor úgyis a 112 lesz mindig a megfelelő jó szám, amivel pedig segítséget fognak tudni nyújtani önöknek. Úgyhogy ez eddig is így volt talán, hogyha sejtéseim nem csalnak. Jó, most a falu lakosságával gondolom, mert ha helyben egy rendőr, akkor azért el lehet érni adott helyzetben mindig, tehát elvileg. Ezt hozzáfűznek azért én is, tehát mindenhol azt promotáljuk, hogy elsődleges azonnali intézkedés igénylő esetben a 112-t hívják. Tehát amikor azonnal kell a rendőrt hívni, akkor a 112-t érdemes hívni. Most ez a helyzet, hogy a Norbi is ugye szeptember 1-ével ide került, ez mindenkinek egy új helyzet, neki is, és neki is azért még ezt ugye el kell döntenie, hogy hogyan lesz tovább, ugye család, stb. Mert hát azért, hogy hogyan dönt majd a testület, ez a kapitányság vezető úr is, hogy az ő további munkájával kapcsolatban. Tehát ez egy hosszabb távú feladat azért. Most mindenkinek. Ez egy új helyzet, ebből kell kihoznunk jelen pillanatban a legjobbat. Köszönöm. András? Hát én nem tudom, meddig mi volt a gyakorlat, hogy működött, vagy általában most már működik ez, hogy én csak itt ezen fel az, hogy valaki nap 24 órájában és egész éppen úgymond szolgálatban van, tehát bármikor ingerelhető, bármi történik. Úgyhogy gondolom, ez nem is várható, mert se volt, meg gondolom, máshol se így működik. Tehát ugye ezt a pont az, hogy valaki helyben lakik, vagy nem helyben lakik, tehát nem tudom, hogy van-e különbség. Viszont az jó hír, hogyha a munkaidét itt tölti, unokon elvetek, az azt jelenti, hogy itt tevékenykedik? Hát ezen dolgozunk így a háttérben, mert a polgármesterhozzal felvettük a kapcsolatot már, hogy esetleg ki lehetne alakítani egy olyan helyiséget, ahol én itt el lehetnék, illetve olyan panaszokat fel tudnék venni helyben. De ez egy későbbi folyamatnak, egy összetett folyamatról beszélünk, amit nálunk a rendőrség elég nehezen működnek azért a dolgok, be kell látni. És egyszerűen nem lehet csak úgy egy helyiséget, ami erre megfelelő, mert ennek vannak szabályai, aminek meg kell felelnie, ezt már többször átláttuk, és elég olyan vonzata is vannak, amikor fóliázni kell, meg ilyen apróság hátterében van az ilyen dolgok. És ha ezt meg tudjuk oldani, akkor valóban, de egyébként meg Tajtó faluban úgy van kell elindítani ezt a folyamatot, illetve én ott kezdek, és ott kell felvennem a szolgáltat, illetve a rendőrautót, ahol, és ott is kell befejeznem, amíg ez a rendszer nem áll fel. Ha felállt a rendszer, úgy, hogy mondjuk Pócsmegyeren van, Pócsmegyer az mint élő példa, ott van egy KMB-iroda, ott be tud jelentkezni a helyi rendőr, és akkor nem kell bemenni Tajtót faluba, és utána vissza a területre, tehát egy időkiesés. És hogyha tényleg nagy baj van, akkor az a 10 perc esetleg, amikor a Tajtóból esetleg átér az ember ide, mint rendőr is intézkedik, az sokat meg lehetne spórolni vele. De ez egy másik történet, ez egy hosszadalmas folyamat lesz, tehát nem egy egyszerű feladatról beszélni. Egész a kandelábért szeretem volna megkérdezni, hogy ez honnan tűnt el? Az Arany János utca egy szám elől, ott van a világítás kialakítva, és az egy olyan oszlop, ami már beton oszlop, és fel lehet rámászni. A összes többi, ami addig van elhelyezve, az pedig fa oszlop, tehát valószínű, hogy ez olyan ember mehet el, aki felmászott csak ezen a oszlopon. A másik a Kárvália 41 szám előtt, és a Schwab-hegyen egy helyrezi számos ingatlan elől tűnt el. De az is szintén ugyanúgy van, hogy a fa oszlopok után következik mindjárt ez a betonoszlop, és érdekes volt, hogy mindjárt az első betonoszlopos történetről részették ezt a három darab kandelábert. Ismeretlen elkövetők ilyen ismereteink szerint. Köszönöm. Balázs? Hát én is szeretettem az új közti megbízatot, és két dolgot szeretnék elmondani, amiket már tárolok a fejemben két hónapja. Az egyik az, pontosan ezzel kapcsolatban az előbb is felmerült ez a szolgálati idő és elérhetőség kérdése. A Bogdányban, ebből a tűzgyújtási tilalom van itt egy ilyen elég érdekes innovációt vittünk be a faluba, aminek ugye van a részletére elmesélni, de a lényeg, hogy néhányan megkerestek engem is, hogy amikor tűzgyújtási tilalom alatt tüzet gyújtott mégis valaki, hogy mi a teendő ilyenkor, amikor ráadásul nincs is hivatal idő, mondjuk, ugye, mert alapvetően mondanám, hogy egy szemlát keresik meg. De amikor egyedül tudom, hogy mi a szolgálma. És akkor javasoltam, hogy hát körülbelül megbízott benne a telefonszáma a
bombaerő hátuljáróval, 70 és így tovább, próbálják meg ugye őt elérni, és többen visszajeleztek nekem, hogy hát ők hívták csak, ugyan ha el is tudták érni, akkor azt választották, hogy előbb is jelentésre került, hogy a 112-t hívják. És aztán a 112-t már szerintem legtöbb ember nem hívta, hanem csak így, hát ilyen lemondóan, vagy nem is tudom milyen beletörődően mondták, hogy próbálták, de nem sikerült. És mondtam, hogy akkor legközelebb ilyen találkozom ezt, akkor megkérdezem, hogy mi a rendes eljárás, hogy a tehát alapvetően minden esetben, amíg a munkaidőben is, ami mondjuk péntek 11 órakor mondjuk, hogy akkor ha van a faluban valami ügy, akkor a 112-t hívjuk először minden esetben, és milyen esetben hívjuk akkor a 0-70-es számot, ha, minden, ha nem veszik azt. Igen. Azért nem látom világosan, és nem csak én, hanem ezt mások sem látták pontosan, és mondtam, hogy ez... Isten, ez a főszabályként a 112-t kell hívni az azonnali rendőri intézkedés igénylő esetekben. Márpedig az, ugye, hogy az önkormányzat által hozott rendeletet nem tartják be, az egy azonnali rendőri intézkedés igénylő eset, tekintettel arra, hogy 3 óra múlva nem biztos, hogy az a tűz még égni fog. És azt érteni kell, hogy nálunk egy központi irányítási rendszer van, egy úgynevezett tevékenységirányítási központ alakult meg a rendőrségnél. 112-re beérkeznek a hívások, ők továbbítják a megfelelő helyre, és ott a központi ügyeletes látja, hogy melyik egység van a legközelebb az a cselekményhez, ahova rendelkeznek, és őt fogja irányítani. Természetesen, hogyha közvetlenül szolgálatban van, akkor őt fogja ide küldeni. Tehát ezek az azonnali rendőri intézkedés igénylő esetek. És akkor milyen esetben lehet a, mondjuk a közlemegyőt direkt számot hívni? Bármilyen más esetben, ami... Egy jelentés? Már most nem arra, hogy mondjuk égetnek, hanem az, hogy tudjuk, hogy hol van mondjuk a kandellában. Például. Tehát ilyen esetekben... Ide most komolyan, ez nagyon jó lenne egy ilyen esetben, mert Isten igazából időveszteség, mert ugye azt mi nem mondhatjuk meg, hogy a NOR milyen időbeosztásban dolgozik először is. És hogyha időt veszünk azzal, hogy felhívják a Norbit, a Norbi felhív mondjuk engem, én elindítom a járőrt, ez már mind időveszteség, mert ugyanennyi idő, úgy kevesebb idő alatt a 112-nél végig ér. Na, az azonnali intézkedés igénylőnél. Pont nem akartam, és nem is szeretnék egy anekdotázásba elmenni, mert ez pedig idődrága. De nekem röviden egy ilyen valós esetet elmesélni, ami velem történt meg, tehát nem is mást hallottam, hanem velem. Jöttem haza 2 éve körülbelül az M7-esen. Egér út, ugye ez, hogy sokanak mond valamit. Láttam egy gyereket, 5-6 éves körgyerek, a gyors munkat bevezetőben egy boklászott járni, sem jött a zajvédő falak, vagy erre volták, vagy kirakták, vagy elszökött, de minden esetre bármikor belüthették volna. Hát mondom, azért felé vonult a 112-t. Felültem a 112-t, mint kiderült, felvették Szombathelyen. Próbáltam elmesélni, hogy Budapest-Egér út, mondták, hogy pontosabban, nem tudom pontosan elmondani, akkor jövök, hogy Szombathelyről beszélek egyébként, mert aztán veszélye Budapesten beszélek. Budapest, hogy Egér út az ugye mondom, sok embernek sok mindent. És mondták, hogy jó, akkor én ott vagyok, ám mert ez egy gyors fogalmi út, nem lehet megállni. Jó, akkor majd elköszöntek. Elköszöntem, elértem a lágyban is így, addig mondjuk eltett már 25-30 perc, akkor csönd a telefonom, hogy akkor most hívnak, hogy mondjam már megint, hogy hol vagyok. Hát mondom, én már lágymenes így leadok, a gyerek az nem tudom, hogy hol van, de elpróbál még egyszer mondani. Megfordultam még egyszer, és akkor mondta az illető, hogy akkor inkább kapcsolja egy olyan ember, aki budapesti, és akkor annak el tudtam mondani az egér út, és akkor tulajdonképpen az információs láncot, hogy mit lesz állult, és akkor elmentek és intézkedtek. Miatt még azt nyilván nem tudom, csak azt akartam ebből kihozni, ezt én átértem ezt, hogy a 112, mert azért nagyobb köröket is meg lehet írni időben. Tehát lehet, hogy ilyenkor azért olyan 0-70-es szám, hogy munkai éve szám. Ez kettő évvel ezelőtt. Hogy volt valami esetleg valami változás? Nagyjából 2 évvel ezelőtt indult el a tevékenységirányítási központ. Azóta azért ez rengeteget feljött. Ja. Tehát ugye minden kezdet nehéz, ez pont a kezdeteknél volt, azóta azért gördülékenyebben mennek a dolgok. De azért mondom, hogy tényleg az azonnali intézkedés igénylő esetben érdemesebb a 112-t hívni, sőt őket kell. Mert van egy verekedés, nem a körzeti megbízottat kell hívni, mert lehet, hogy itt belőle tényleg nincsen szolgálatban, mire kideríti, hogy ki van, mondjuk engem se ér el valami oknál fogva.
ez egy hosszadalmasabb. A 112 viszont azonnal teszi át a helyekre. Jó. Tehát most már elég gördülékenyen mennek ezek, és ugye azért, ha arról beszélünk, most nem az egérükről beszéljünk, tehát aki Dunabogányban lakik, az tudja, hogy éppen hol tartóztatik. Tehát az pontosan el fogja tudni mondani, hogy mi a helyszín, hova kell menni és mi történik. Azért, tehát én nekünk... Jó, megértettem, az a lényeg, hogy alapeső, mindig alapeső 112. Okay, jó. Ez az egyik, a másik pedig, ezt köszönöm, kérdünk tovább szó. És a másik pedig, most ez egy óvodai ügy, és ugye az Ani az óvodai intézményvezető, most épp nincs ide, most akkor magamra vállalnám ezt a tolmács szerepét, hogy volt tavasszal, most nem tudom elmondom milyen hónapban, volt egy ilyen sok száz, vagy nagyon sok gyereket megmozgató óvodai program, ez a Kinderspiele, Kinder program volt. Több település jöttek, elég sokan. És a gyerekek átjeltek volna a 11-es főúton, hogy az intézményvezető, az Ani, kért egy ilyen hát biztosítást, hogy meg kell elmenni körbe, itt a megyenes adat, hogy benne Dunára. És azt szeretném megnézni, hogy ez úgy tudom, hogy nem valósult meg, hanem nem mentek körbe, hogy ennek milyen praktikus okai vannak, hogy ez mindig így van, vagy ez speciális, és ez volt, vagy ez hogyan kell elképzelni? Ez a praktikus okai, hogy szerintem nincs olyan messze a dolog átkerülhely, hogy a gyerekek ne tudnának ott átkelni, és oldás gyerekeket ne neveljünk arra, hogy a 11-es számú főúton menjenek át, még csak nem vagy kísérletesen, de én ezt intézményvezető asszonyra fel is mondtam telefonban akkor, hogy nekem ilyen aggályaim vannak. Tehát azért én értem, hogy egyszerű lemenni egyenesen, de nem kellene. Tehát az én véleményem szerint igenis a helyes közlekedés a neveljük őket, és még csak rendőri segítséggel se neveljük őket arra, hogy olyan helyen menjenek át, főleg azért tudjuk nagyon jól Dunabogdánynál, hogy miért épültek meg a lassítók, mert rengeteg baleset volt. És amennyiben lehetőség van rá, akkor inkább a gyalogátkelő helyet használják, főleg a kisgyereket. Tehát nagyon fontos, hogy a biztonságos közlekedésre nevelést már óvodáskorban elkezdjük. És akkor azt fogja mondani, hogy elkölcs, mert neki nem az jön le, hogy hát itt a rendőr át, és akkor ő átengedett minket, de egyébként nem lehet, hogy neki nem az jön le, hát itt át lehet menni. És ezt saját tapasztalatból tudjuk, tehát mi nem véletlenül járunk iskolarendőrprogramokra, óvodásokat nem véletlenül oktatunk a helyes közlekedésre, mert mind itt kell a helyes közlekedést megalapozni óvodáskorban. De ezt én intézményvezető asszonyom, akkor megbeszéltem. Tehát nincsen semmi probléma ezzel, de az én véleményem szerint valamint a közlekedési osztályvezető asszonya, illetve a társaságvezetővel is egyeztettem, nem tartott helyesnek. Általánosabban is azt mondom, ebből teljesen értek, de ez úgyis egy ilyen speciális eset, mert ugye több száz gyerek elég ritkán jön ide. Tehát arra viszont nekünk nincsen kapacitásunk, az meg a másik fele, hogy én nem tudom hány óráig álljon itt a rendőröm, csak azért, mert a gyerekek kisebb csoportokban jönnek. Mondtam, hogy természetesen a dolog átkerülni, segítjük az átkerésüket, de a 11-es számú főúton nem. De nem együtt jöttek egy csoportban, meg egyébként is én ezt nem tartom helyesnek, és én személy szerint akkor sem fogunk ehhez hozzájárulni, hogyha még lesz ilyen rendezvény. Nagyon örülök, hogy van ilyen rendezvény, de azt viszont szerintem mindenkinek tudomásul kell lenni, hogy a biztonságos közlekedés emelés itt kezdődik. Ez az én véleményem. Én ezt vállalom is. Ezt a János? Akkor csak ez még egy kérdés. Akkor ezek szerint bármilyen rendezvény van, mindenki csak a szigorú közlekedés szab... Van Bogdán egyéb rendezvény is. Születi felvonulás. Tehát magyarul akkor ott se lehet semmiféle rendőri segítség, úgymond ez annak nem a... Jó, csak akkor mi a különbség a kettő között? Csak azt szeretném kérdezni. Óriási különbség van szerintem a kettő között. Tehát amikor van egy születi felvonulás, akkor a közútkezelőjének a hozzájárulásával, rendőri biztosítás mellett igénybe vehető a 11-es számú főút. Olyan esetekben, ami ugye ez egy rendkívüli helyzet. Viszont azért nem hasonlítjuk az én véleményem szerint össze az óvodás programot egy születi felvonulással. Tehát nem szabad összehasonlítani a rendezvényeket, egyiket a másikkal. Én azért kérdezem, hogy a kedves tévénézők, tehát nekik csak adjon le az, hogy mi a különbség e között? Nagyon nagy különbség van a kettő között. Mi a kérdés, azért tesszük föl, még nem személy szerint, hogy én azért tettem föl, csak hogy érzékeljék a tévében, hogy
Mi a különbség e között meg a között? Teljesen más típusú rendezvény. És mi minden rendezvényt külön-külön kezelünk, tehát egyforma rendezvény nincs. Jó, tehát jó, most kérdezt egy kicsit már itt. Lefolytjuk ezt a témát. Mindennek megvan a protokollja, mindent a jegyzőúra időben bejelentünk, és megbízunk a rendőrségben, hogy jó mérlegelnek, és természetesen amit amilyen döntés hoznak, azt elfogadnak, hiszen elfogadjuk, hiszen ők a szakemberek. Nem tudom, hogy bárkinek van-e még a körzeti megbízottunk az kérdése. Én nagyon örülök, hogy megismertem a Marcis urat. Biztos örül benne, hogy sikeres pálya vár itt önre. Nem, hála Istennek nem a legnagyobb bűncselekményekkel kell itt foglalkoznunk, ez kiderült a hozzászólásokból is, de mivel nekünk nincsenek olyan nagy bűncselekmények, nekünk ezek a kicsik, azok, amik nagyok, úgyhogy ezeket is kezelni kell majd adott esetben, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm, és hát akkor sok sikert kívánok itt a jövőben önöknek. Jó, köszönöm szépen, és akkor lezárom az első napi rendi pontot. Ha szeretnének még maradni, akkor természetesen nyitva vagyunk. Köszönjük a lehetőséget. Tornász és Kudud Rága, szeretnék önökhöz szólni, kérni valamit. Tartsam. Amit itt tettem. Nem tudom, hogy ehhez kell az ülés nyilvánosságának, hiszen megvan a szabálya, és az ugye nem mindennapi bűneset történt itt Bogdányban. Nekem a Svábnedi utcában van egy... Akkor ezt azt kéne, hogy kint beszéljék meg, jó? Rendben úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tegye meg. Köszönöm. Igaz, rendőri biztosítás volt, most már tettem. A második napirendi pontom a 2015. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása. Köszönöm Olaj Józsefnek, hogy megvárta ezt a késő időpontot, és azt kérem, hogy akkor a második napirendi ponttal kezdjük el. Jó, a második harmadikban lesz a témavezető, úgyhogy kérném a második napirendi pontnál. Ezt meg kell csinálni. A másodikat csinálja egy zúr? Megcsináljuk, köszönöm szépen. Minden évben első fél év után szoktuk az éves költségvetés módosítani, általában szeptember időszakban, amikor a fél éves teljesítésről tárgyalunk, ezt megelőzően igazítjuk a fél évben megtörtént előirányzat módosításokat, és módosítjuk a helyi önkormányzati költségvetési rendeletet. A melléklet a rendelet módosításról kikerül, mindenki látja, hogy milyen tételeket tartalmaz. Azért gyorsan végigszaladunk rajta, nem volt olyan sok módosítás talán, mint az elmúlt évben. Nem tudom, mi az oka, hála Istennek. És rögtön kérném, hogy az első paragrafusban a költségvetés módosító összeget 800.000 forintra kérem módosítani, de került egy olyan állami előleg, amit később visszavontak, és ez okozta zavart. Az első részben az önkormányzat költségvetés módosítanánk. 8000 forintot kaptunk az államtól, ez a bevételeket és mind kiadásokat is módosítja, hiszen célzottan kaptuk, ilyen címszóval kaptunk 150.000 forintot keresetkiegészítésre. Szintén keresetkiegészítésre az intézményeknél, ezért az önkormányzatnál egy intézmény finanszírozás jelenik meg 493.000 forint, és egy előző évről áthúzódó, szintén keresett kiegészítést a decemberi érintő összeg 136.000 forint, ami idén a tartalékba került. Az eredeti költségvetésben ezt a kiadást már terveztük. Ugyancsak az önkormányzati költségvetés mind bevétel, mind kiadási oldalát módosítjuk 750.000 forinttal. Itt még a 2013-as árvízzel kapcsolatos Viszmajor keretből
kaptunk ekkora összeget, az akkori kiadásaink utólagos rendezésére. Ugyancsak 2015 évi önkormányzati költségvetést módosítjuk 638 ezer forinttal. Itt olyan bevételek kerültek felsorolásra, amik nem voltak tervezve. Ilyen például, hogy eladtuk az egyik önkormányzati gépjárművet 175 ezer forintért, és adomány kapott az önkormányzat a Schwab-hegy utca és az iskolaudvar felújítására. 260 ezer, illetve 203 ezer forint összegben. Rendezi az önkormányzati költségvetési rendelet módosítás a 916 ezer forinttal módosítva a tartaléktervére történő következő kiadások finanszírozását. Köztemetésünk volt, ami a polgármesteri hivatal hatás körébe tartozik, 108 ezer forint értékben. A képviselő testület támogatta a fakult egyesületek 85 ezer forinttal, részvényvásárlásra 215 ezer forintot költettünk el, és a negyedik elszámolásra 508 ezer forint került kifizetésre. Itt szabadna fizetni? Igen. Ezt akkor olvastam, akkor ez a köztemet, és én még ilyet nem láttam, tévével hallottam róla persze. Ez a szám, az egy fő, vagy ez? Egy fő. Ezek a kötelező költségek, amit... Ezt, ami úgy híves útra, hogy ez a szociális temetés? Nem. Ez más? Nem. Amikor olyan elhunyt van a falunkban, akinek nincsen hozzátartozói, és ezért közpénzből történik a temetése. Jó, köszönöm. Szintén van egy működési kiadás finanszírozására befizetett adomány 83 ezer forint, amivel szintén az önkormányzati költségvetés kiadási bevétel oldalát módosítjuk. Nagyon komoly adományt kapott az önkormányzat, 3,1 millió forintot magánszemélyektől, amit a célzottan a kultúrkert fejlesztésére kellett fordítani. És van egy technikai módosítása a költségvetésnek. Könyveljük a ingyenes gyermekétkezőket, mint természetbeni juttatást, és ki kell mutatnunk, minthogyha ők befizették volna ezt az összeget. Tényleg csak technikai, de ez a költségvetés mindbevétel megkiadási oldalát megjelöli. Ennek az összeg 1.205.000 forint első fél évben. Ennyi volt az önkormányzat. Az óvodánál három tétel módosult a költségvetésében az első fél évben. A dolgozók kereset kiegészítése 371.000 forinttal emelte meg a költségvetésüket. Pályázati támogatásba a Kinderspiel Fesztivál programjait lehetett finanszírozni. A pályázaton 254.000 forintot nyert az óvoda. És ugyancsak középkeztetés, mivel középkeztetés van az óvodánál, ugyanez a technikai könyvelés, ami az önkormányzatnál 501.000 forinttal módosítva az óvoda költségvetését. A polgármesteri hivatalnál is volt első fél évben két tétel, ami módosította a költségvetését. Egyik a dolgozók kereset kiegészítése, a másik pedig az előbb említett köztemetés, aminek a finanszírozását az önkormányzattól, mint fenntartótól megkapta. Ennyivel módosul első fél évben az önkormányzat összesen költségvetése. Jó, aki ezzel a rendeletmódosítással együtt ért, kérem, hogy jelezze személyesen. Köszönöm szépen, ezt elfogadtuk. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor mehetünk is tovább a harmadik napi rendi pontra.
Itt azt beszéltük főtanácsos asszonnyal, hogy az első fél évről csinálunk egy kimutatást, hogy könnyebben követhető legyen majd, ne az egész, de az év végén ismerkedjünk meg az egésszel. Úgyhogy az első fél év, 2015 első fél évről a beszámolt kérem, hogy tartsa meg. Köszönöm szépen. Ugyan nincs már kötelező jelleggel előírva, hogy a képviselőtestületnek a fél éves teljesítésekről be kell számolni. A korábbi években ezt rendeletek, törvények írták elő, de úgy gondoltuk, hogy azért nem hagyunk föl ezzel a hagyománnyal, hiszen azért hosszú az év, és nem árt, hogyha fél évkor egy kicsit megnézzük, hogy hogyan állunk. Viszont nem csináltunk olyan részletes tájékoztatót talán, mint a korábbi években, de talán nem is gondoltuk, hogy van annak értelme. Gyakorlatilag az önkormányzatis intézményeinek bemutattuk a mellékletekbe az összes fő kiadásait és bevételeit, előirányzat és teljesítés szinten. Azt gondolom, hogy ez így könnyebben követhető és érthető. Két tételt emeltünk még ki két külön mellékletbe, az egyik a helyi adóbevételek, ami ugyan még egy sarkalatos kérdés az önkormányzati költségvetés teljesítésénél, illetve a fejlesztéseket mutattuk be részletesebben, hiszen még egy nagyon fontos területe a falu működésének, de nem is működése a fejlesztés. És azt hiszem, hogy az volt a költségvetés elfogadás akkor is az egyik sarkalatos kérdés, hogy vajon a költségvetésünkben mennyit tudunk erre területre fordítani. Nagyon nem szeretném ragozni, azért a szöveges részben szétszedtünk nagyobb bevételi szinteket, hogy mindenki lássa, hogy hol tartunk. A 343.956.000 forintos eredeti előirányzatot az előbb bemutatott módosítással 351.787.000 forintra emeltük, és mind a bevételi, mind a kiadási főösszegeink fél évkor 50% közelébe teljesítettek. A bevételeink kicsit alatta maradtak 48% körül, a kiadásunk az pedig szinte teljesen időrendős 50%-on áll. Talán felmerül a kérdés, hogy hogyan tudtunk többet kiadni, mint amennyi bevételünk volt. Ez hozzá tartozik, hogy az önkormányzat közel 30 millió forint pénzmaradványra indította az évet, tehát volt fedezett egy ilyen különbség finanszírozására. A bevételeinknél a közhatalmi bevételeinket emelném ki. 55% fölötti a teljesítés az előirányzathoz képest, ami nagyon-nagyon jónak mondható. Nem is emlékszem ilyen magas teljesítési arányra félkor az elmúlt 10 évben. Akkor nem románentok is szervékezik. De nem, azt hiszem, nem volt, ilyen magas nem volt. Ebben benne van talán az, hogy az adózói morális jelentősen javult, a vállalkozások is talán jobban teljesítenek, mint a korábbi években, illetve elindult egy komolyabb behajtási munka is a hivatalban. Nem mondom, hogy topon járunk, de azért az előző évekhez képest csökkent az előző évek kintlélőségünk, amire évek óta nem volt példa. Látjátok, hogy jelenleg még így is közel 27 milliós kintlélőséget kezel a hivatal, de tavaly ez 33 millió fölött volt. Azt szeretném kérdezni, hogy hogy is fogalmazta ki, behajtás? Behajtás, igen. Kétlőség. Hogy ez milyen módon zajlott? Tehát
Hát, derült úgy a behajtás módozatára. Bocsánat, jutkant akkor. Mondom, csak szeretnék te válaszolni? Korábbi években szinte csak az inkasszóhoz nyúltunk. Igazán valahogy sose volt idő ezen túlépni. Próbálkoztunk behajtó cégekkel, de aztán kiderült, hogy nem sok sikerrel jártak és elég drágák voltak. Így idén egy új módszert indított el Jézső úr. Hát te menedzserted ezt a részt, hogy megpróbáljuk az olyan adózókat, tehát semmilyen módon nem tudom megszólítani, hogy adófizetésben kicsit serényebbet legyenek. Ha volt munkahelyünk, akkor munkahelyletültes fogalat is tosítottunk az adóhivatalon keresztül lehet, illetve nyugdíjbiztosítón keresztül nyugdíjából is lehet, mert tudom, hogy a nyugdíj az egy kényes pont, de hát az önkormányzatnak sajnos a helyi adóbevételekből él részben, tehát ez egy nagyon fontos bevételi forrás. Ebből közel 3 millió forint jött be. Előző években nem értünk el magas szintet a behatásóba. Hát sajnos, hogy ehhez kellett múlni, ha nem kellett, de hát nem tudom, hogy csinálni, mert ez sem normális, hogy ilyen költségvetési főösszeg mellett ilyen magas kintlelőségét kezelünk. Azt szeretném kérdezni, hogy ennél kintlelőségnél van olyan kimutatás, ami alapján azt tudhatjuk, hogy mi az, amiben nem hajtható ebből? Vagy ez mind elvileg behajtható. Ugye már vannak mindig olyan kintlevőségek, amiről tudjuk azt, hogy iparűzési adó, vagy bármi, hogy az a cég már főszámlás alatt van, megszűnt, nem behajtható. Ugye ez a szám, ez itt lehet előttünk, csak hogy tehát ebből a 27 millióból van-e olyan számunk, vagy adatunk, hogy ez körülbelül, hogy mennyi az, amiben be se hajtható már. Tavaly az a 33 milliós kintlevőségből tudom, hogy 14-15 millió volt, ami olyan cégekhez volt köthető, akik felszámolás alatt, vagy csődeljárás alatt, vagy akármilyen megszűnés alatt álltak. Ez most csak azért csökkent, mert ebből egy nagy adózótnak a felszámolása befejeződött, és így ez most lecsökkent 5 millió forinttal. Tehát még mindig van egy olyan 9 millió adóra. 27-ből, ami valószínűleg nem lesz behajtható soha. De addig nem tudjuk ezeket a kintlevőségeket kivenni a rendszerből, amíg ezek az felszámolások vagy csődeljárások le nem zárulnak. Persze, világos. Mégis ez egy adat azért, hogy... Köszönöm. Ugye mi bizottságülésen tárgyaltuk ezt a kérdést, és ott végigmentünk gyakorlatilag minden egyes olyan adózón, akinek komolyabb kintlevősége van, és akkor ott meg is beszéltük, hogy melyek azok az összegek, amelyek már nem behajthatók, tehát a csődeljárás alatt lévő vállalkozásoknál ugye az már nem reális, és akkor gyakorlatilag ezt készültük, csak ugye akkor megbeszéltük, hogy ezt nem lehet kiszedni ebből a bázisból, csak akkor, amikor már felszámolták a céget, tehát hogy annak idején ezen végigmentünk, és akkor kaptunk egy képet, hogy mi az, ami esetleg még behajtható, mi az, ami már nem behajtható, és akkor nagyjából ezen az úton indultunk el. Én csak a tévénéző kedvéért. Uh-huh. Hát, hogy ők jobban lássák azt, hogy van itt 27 millió, de azért abból mégsem 27 millió, amire azt mondjuk, hogy ebben azért gondoltam, hogy én is azért mondom el ezt a tájékoztatást, hogy itt talán akkor tisztában. Bocsánat, még főtanácsos összönkvár menne, ugyanezt az elvet fogjuk követni az ősz folyamán a személydíj függvényében is, ott is ezért van jelentős elmaradás, az is majd bizottsági ülésen, illetve majd képviselőtestületi döntés alapján, de utána megyünk ott is a pénznek. Parancsolj. A bevételek körül aztán más nem is mondanék. Körülbelül minden fő bevételi főszeg időarányosan elég jól teljesült.
egyedül a felhalmozási bevételeinknél volt elmaradás, de úgy éreztem, az ottani előirányzat is teljesült már augusztus hónapban. Szeptemberben is ugye ezek a számok június 30-ától érvényesek, és ilyenkor annyi minden történik még úgy, hogy ahol lehet, főleg ezt majd a fejlesztéseknél láthatjátok. Jeleztük is, hogy mik azok a fejlesztések, amik a nyár folyamán július-augusztusban még lezajlottak, hogy jobb legyen a kép. Kiadásoknál, hát nem is tudom, mit mondjak el a kiadásoknál, talán nem is az az érdekes, hogy most pont 311 millió a működési kiadásunk éves szinten, hanem hogy összehasonlítjuk az előző évvel, talán ez egy kicsit beszédesebb. Ezért is adtam ezt a sort föl, hogy fő kiadásaink milyen mértékben változtak az előző évhez képest. Ebből a személyi kiadások 110%-kal nőttek. Tudni kell, hogy itt ez a, elsősorban a pedagógusok béremelését, a pedagógus életpályamodell bevezetésével összhangban jelenti ezt az emelkedést, illetve a közfoglalkoztatási bér és a normál minimál bér növekedését mutatja. Egyéb más területen nem volt béremelkedés. Ugyanezt mondta a járulékok is magával. Ahogy a közfoglalkoztatásnél, ott olyan esetben a járulékok mindig, amit az önkormányzat fizet a dolgozók után, csak fel annyi, mint egy normál munkavállalói. Hát azért van olyan eltérés, hogy az nem 10%-ban, csak 108%-ban növekedett. Dologi kiadások 108%-on állnak. Normál menetben dolgoznak az intézményeink, tehát a dologi kiadásaink sincsenek nagyobb ütemben kiadva. Ez az eltérés egyetlen okkal, hogyha nagyon meg akarnám magyarázni, az a közvilágítási rendszerünk átépítése és felújítása okozza, hiszen olyan rendszerben történt meg a felújítás, hogy a működési kiadások között vannak elszámolva, hiszen a fejlesztés majd csak a futamidő végén 2023-ban kerülnek az önkormányzat tulajdonában. Addig az erre kifizetett tételek úgy szerepelnek, mintha az áramkiadásunk, mintha áramkiadásunk lenne. Viszont főleg az első évben az már most látszik, hogy a fejlesztés összegét, amit azért első évben nagyobb ütemben ír le a szolgáltató, az nem fogja kiállni az a megtakarítás, amit az új technika okoz. Tehát muszáj első évben nagyobb összegben előttünk a projektben. A pénzeszköz átadások és támogatásoknál van egy jelentősebb eltérés a tavalyi év azonos viszonylatához képest, ez 153%-on van. Egyetlen oka, nem az az oka, hogy ilyen pénzeszköz átadás és támogatások soron őrült nagy eltérés lenne összegében a tavalyi évhez viszonyítva, hanem a kiadások ütemezése került előrébb. Igyekeztünk első fél évben a támogatások nagy részét kifizetni, és mivel elég komoly pénzmaradványjal indultunk, ennek meg volt a fedezete, hogy aztán második fél évben már ne kelljen ezzel foglalkozni, és mindenki, már a támogatottak is jobban föl tudják használni, nincsen még beszorítva az idője, hogy évvégéig elköltsék azokat a kereteket, amiket kaptak.
a fejlesztés az utolsó nagy falat. Nagyon örülök, hogy a önkormányzat ilyen komoly fejlesztéseket meg tudott valósítani az első fél évben, illetve ahogy látjátok, a melléklet céljegyzetében azért ott vannak, hogy még augusztusig mit készültek el. Komoly módosítást hajtott végre a testület azzal a döntésével, hogy egyes felújításokat kivett a megvalósulás és annak a keretét egy ingatlan, József Attila utca ingatlan megvételére csoportosította át. Összességében azért nem fog az éves keret változni, nagy valószínűséggel az önkormányzat be fogja tartani ezt az előirányzatot, csak más szerkezetben. Kikerült ugye a megvalósulás alól a iskolaépület plusz tantervének a terveinek a elkészítése. Kikerült az orvosi rendelőépület felújítása, kikerült az iskolaépület felújítása, nyilázárok cseréje és a Kossuth-Lajos utcai egy szakaszának járda felújítása, annak fényében, hogy ehelyett most egy jövőbeni nagyobb fejlesztés keretében egy ingatlan megvásárolta az önkormányzat. Amik megvalósultak, azok nagyon fontosak, főleg az intézmények kisebb beruházásait azért meghagytunk, azokhoz nem nyúltunk, és hát elkészült a kultúrkertnek a felújítása, ami a legnagyobb dolog volt ebben a fél évben, a közel 10 milliós költségvetésével, illetve nagyon sokat tettünk az utak felújítására, közel 6 millió forint került egy-egy szakasz elkészítésére. Hát reméljük jövőre, meg tudjuk folytatni. Köszönöm szépen. Bárkinek kérdése lenne Kötelencsös asszonyhoz. Jó, hát az ennyiben nincs. Magányos elnézést, hogy megzavarom. Én azért értem, hogy az önkormányzati képviselőtestületről egy kérés tegyek. Megtettem. Nem tart sokáig. Hát az igazság az, hogy ugye megszabott keretek között működünk. Az ön kérdése az valószínűleg közmeghallgatási kereteket igényelne, most jelen helyzetben nincs. Úgyhogy én nem borítanám fel a napi rendet. Még van csak egy kérdés, kérni a testületet, mert nem találkozott meg soha. Soha nem találkozott máskor velük a testülettel. Hát közmeghallgatáson. Igen. Egyébként nem tudnám működni, hogyha mindenki bejönne és kérdezne valamit éppen az itt lévőktől. Tehát ez az oka és ez a módja. Én pedig ezt szeretném betartani. Nem tudom egyébként, hogy milyen kérdése van, én önt először látom. Nem is ismerem, de nem ez a módja. Most azért jöttem ki, 2 percet nem kapok. Hát nézze, a részemről nem, úgyhogy én ezt szeretném kérni, hogy ez tartsa magunkra. De elérhetők a képviselők, úgyhogy ha olyasmi természet, bárkit elérhet itt a képviselők közül telefonon vagy bármilyen úton mondom. Nem találkozok önökkel soha. Hát akkor kell meghallgatáson, akkor nem találkozni. Jó, tehát most maradva a 3. napi rendi pontnál, elnézést. Aki ezt a beszámolót elfogadja. Köszönjük szépen önnek is. Köszönöm a segítségét. Azt kérem, hogy készülődéssel jelezze. Köszönjük szépen a nagyszerű munkádat. Mi itt azért többé-kevésbé összeszámoltuk ebben a fél évben, illetve hát most azért toljuk ki augusztusig, szumma szummáron 32 millió forint fejlesztés, beruházás valósult meg, illetve felújítás és beruházás. Az a mi léteinkhez képest egész szép, és ugye
ehhez jön még majd az a pályázati pénzből nyert pályafelújítás, pályaberuházás, ami még idén megvalósulhat. Ez egy picit talán erőn felül lenne, hogyha nem pályázati pénzből lenne, tehát az 50-60 millió, amit idén a falura költünk, az egyenlőre csak úgy lehetséges, hogy pályázati pénz is társul hozzá. De azt gondolom, ez egy szép eredmény, és bízom benne, hogy ez a faluban is, minden napokban is érzékelhető. Annak ellenére, hogy az egyik legnagyobb beruházásunk, ugye a telkek vásárlása, az csak idővel fog felszínre bukkani, de hát minden szép sorjában. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a munkádat, úgyhogy számszakilag nagy biztonságban érezzük magunkat, hogy egy ilyen háttérrel tudunk együtt dolgozni, és itt újra nem csak a Jutkának a munkáját, hanem a kolléganőknek a munkáját is megköszönöm egyben. És ezt kell meg is tolmácsolni nekik, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor tovább jutnénk a negyedik napi lenni pontra. A negyedik napi lenni pont a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi első fél évének a beszámolója tevékenységéről. Tamás, hogy a kérdésem akkor. Megköszönöm képviselőtest született polgármester urat a 2015-es év programjaink. 2015. január 14-én, 11-én részt vettünk a LDU gálán, ami minden évben januárban van, egyszer Pécset, egyszer a kongresszusi központban, megint nagyon szuper műsor volt, szerepeltek ott már a bogdányiak. Azon vagyunk, hogy próbálunk megint oda szervezni esetleg táncsoportot, énekkart, valakit, hogy vigyük a bogdány jó hírnevét. 17-én részt vettünk egy érdekes versenyen, Száva tánc volt, volt itt résztvevő is, aztán nagy kihívás volt, ilyet még nem csináltunk, de azt szeretjük, hogyha vannak feladatok. Oda mentünk a préri közepére, és egy disznóvágást kellett levezetni. Úgyhogy mindent innen vittük, nem most aki vágott disznót, az tudja, hogy egy disznóvágáshoz mi minden kell, mi vittünk mindent. A zsűrinek az egyik tagja, az Buda Pokró volt ott a vágóidnak a vezetője, az folyamatosan szinte ott volt a Jankó magott mögött, és nézte, mert el volt ájulva a munkáktól, és ahogy folyamatosan ment minden. Az ételek nagyon jól sikerültek, és első helyek lettünk, olyan, hogy Budakeszi, Solymár, Török Bálint volt, Becsics. És Becsics. És az ötből mi lettünk az első, de ez minden a szúrástól kezdve mindent folyamatosan elemezik, és ám a öttagú zsűri jött oda kóstolni, amiket csináltunk, hiszen onnan jól szerepeltünk. Meglepődtem én is, nem gondoltam volna, mert ott ezek már előző nap fölkészültek rá. Már idén meg vagyunk hívva, mivel mi voltunk a nyertesek, egy vándordíjat nyertük, egy bárdot, ami meg nálunk van, mert bele kell gravíroztatni Bogdánnak a nevét, és velük kezdődik, és meg vagyunk hívva, mert megint idén januárra, csak most már nem 5 vagy 6 versenyről lesz, 10 körülbelül. 18-án másnap volt az országos kitelepítés megemlékezés. Hát ezt láttattatok, Balogh Zoltán miniszter úr, német nagykövetasszony, Ritteringe, Tarmai Rihárd, megyei őkormányzattól, ott nagyon-nagyon sokan voltak itt. Bogdány, hogy miért, talán azért választották Bogdányt, mert az egyik legszebb kitelepítési emlékművünk van, gondolom én. És szerintem meg voltak elégedve a programunkkal, a műsorunkkal. Január 25-én volt az újévi koncert, hát ott részt vettek a Zsárzenek, az Inkrejt táncsoport, a Nemzetiségi Önkormányzat részéről, persze még sokan mások is. Február 14-én volt a borverseny,
ami szintén megint jól sikerült, 52 bor volt induló. A változás az volt benne, hogy leadtam a hurkakészítést. Kicsit macerás volt már az, mert azért 200 főre hurkát, kolbászt készíteni, az egy nagy feladat. És ami a probléma volt vele mindig, hogy még egy hétig azt fent kell tartani, ugye a hurka az romlandó, akkor le kell fagyasztani, kiengedni. Úgyhogy nem most új rendszer jön, valószínűleg borddal a sült kolbász, vagy valami, és már most úgy csináltuk, de attól függetlenül nagyon jó zenekar volt. Jól sikerült. Februárban volt még ez a szálatánc elszámolás is, ugyanis ott még pénzt is kaptunk, mivel hogy oda elég sok mindent kell vinni, fűszert, ezt az úti költség, mindent, amit összeszámoltuk, a 117.440 forint volt a kiadásunk, és amit ott árusítottunk és eladtunk hurkát, húst, meg mindent, amit elárultunk, ilyen tallérokért, annak a felét a budakeszi önkormányzat által szervezett rendezvényhez, ami pénzbevételük volt, a felét azt még visszafizették, úgyhogy 67.000 forintot még kaptunk vissza, úgyhogy került az durván 50.000 forintba ez a nemzetiségi önkormányzat. Márciusban átvettük az önkormányzattól a kis buszt, az volt a kérésünk ugye, hogy ne üzembetartók legyünk, hanem tulajdonosok, azon is vagyunk, tulajdonosok vagyunk még most már, még ott annyi, hogy ott a jogszabályok között evezek még, és meg kell néznem, mert a 8 személyes buszra kell társasági adót fizetni, a 9-esre már nem. Úgyhogy még mindig töröm a fejem, ezt át kéne valahogy minősíteni 9 személyesre, és nem kéne, ez éves szinten 150.000 forint. Azért a mi kisebb költségvetésünkben ez elég jelentős összeg, még nem volt időm a nyáron ezzel foglalkozni, de utána fogok nézni, és lehet, hogy átminősítjük 9 személyesre, és nem kell szabadon fizetni. Tamás, egy pillanat, megvannak továbbra is ezek a problémák a kis busz, ami korábban volt, tehát hogy mindenki itt ezzel jönnek, azok hozzátok, vagy egyáltalán? Nem, a kis buszra jött egy nemzetiségi önkormányzati rendelet, hogy magáncélra nem használhatunk. Most mivel állandóan nálam van, az nincs magáncélra használ, csak rendezvényekre. Tehát az állapot az jó állapotban van? Persze, nem. Igen, és úgy kell elvinni, hogy tele tankkal hozzák vissza, akár viszi a zenekar, énekar. Persze mindenkinek megvan a saját költségvetése, amit a nemzetiségi önkormányzatoknak a büdzséjéből fel tud használni. Nem nagyon vigyázok rá, nem jó helyen van. Április 5-én volt egy locsolóbál, amit a tánccsoporttal együtt szerveztünk. 11-én volt egy próbálkozás, nem jött össze, szeretnék egy férfi kórust összehozni, de nem jött össze, ez nagyon nehezen akar elindulni, de előbb-utóbb úgy is lesz. Addig nem nyugszok, míg nem lesz egy férfi kórus is. Április 18-án volt nemzetiségi délután, 130 fellépővel, úgyhogy ezt láttuk, óvoda, iskola, egy nagyon komoly repertoárt tudunk felhozni, ott már arra kell vigyázni, hogy ne legyen túl hosszú, unalmas, mert az is sok, a 3 órát ott kell ülni, az akkor sok. Ott már mindig azt kell figyelni, hogy mindenkinek csökkenteni az idejét. Volt egy bemutatkozásunk a Magyar Közoktatási E-tudásbázisban. Ezt biztos nektek mondta, ezt a Norbi intézte, ezt vezette le. Egy CD került be, és a kitelepítésről egy könyv, amit fölvittek el a E-tudásbázisba. Ami után valószínűleg a feladat alapú támogatásban majd pontot is kapunk. Erre pályáztunk is, hogy kapjuk hozzá, de nem jött össze. De azért fizetnünk kellett. Fizetni kell, igen, fizetni kell. Áprilisban volt egy solymári zarándoklat, ahol 20 fővel, akkor a Tibitől béreltünk egy buszot, volt egy koszorúzás, német mise volt. Egy kis busz szerveztem, és 20-an mentünk oda.
24-én Taksonyba az Otrudi vitte gyerekeket. Három aranyra, két ezüstről jöttek haza, és ők beléptek a nemzetiségi délutánon. Nagyon ügyesek az a Reba Attilának, azt hiszem kettő gyerek volt, nem, a Perva Gábornak, a Rebe az egyik. A lényeg az, hogy három arany, két ezüstet nyertek. Fúvos zene. Fúvos. Nem csak fúvos, mert az Attilának a lánya, meg a ők nem billentyűvel, tehát ők négykezest játszottak, igen, a Szávoly Szilveszter volt a trombitás. Hát nem tudom, most így hirtelen ki volt még a másik kettő, bocsi. Április 27-én úszóversenyt, az érmekkel szoktuk szponzorálni az úszást is. Egy kicsit, hogy a nemzetiségi önkormányzat is, a sportot is egy kicsit támogassa. Áprilisban még részt vettük az Eszterházi Társaság ünnepségének a koszorúzásán. Én azt hiszem, hogy elmúltak, én azt hiszem, hogy Gyuszival is átbeszéltem, azok a régi idők, amikor úgymond a svábok és a betelepítettek között az nem mindig volt egyetértés. És én úgy gondolom, hogy ezt el kell felejteni, itt elmúlt már a kitelepítés, betelepítés óta 70 év, teljesen más világot élünk. Őket is sajnáljuk, hogy őket ide betelepítettek, azt is sajnáljuk, hogy innen nagyon sok mindenkit kitelepítettek. Úgyhogy együtt érzünk velük, és részt fogunk venni minden koszorúzások ünnepségükön. Május fárítás. Innen igyekeztünk kisebbet hoztunk, de úgy, mint tavaly, alig bírtok felállítani. Mindig tervezem, hogy oda csináljuk meg annak a helyét, hogy bebetonozni egy vascsövet és egy olyan szerkezetet rá, mivel könnyen felállítunk, de hát ez majd május 1-én biztos megint majd eszünkbe jut. Ezt majd egyeztessük, hogy mi legyen azzal a téren. Jó, ugye a nemzetiségi önkormányzatot kérnek, hogy... Ez csak egy sima, ez le lehet tenni, és kész, ez nem is látom a beszélben. Fantasztikus, csak nem biztos, hogy ez lesz majd a szerepe. Jó. A területnek. Jó. Március 15-én volt az iskolában nemzetiségi nap, volt a pünkösdi koncertek, hát ott ugye a Schwab zenekar, meg a ének a táncsoport, mindenki részt vett. A júniusban Norbi megújította a Bogdányi Híradóban a nemzetiségi rovatot, szerepeltek az ízőzők is, akkor készült, azt hiszem, aki látta a filmet, nagyon klassz, Bogdányból, tényleg egy olyan aranyos, nagyon jól összevágott film készült, hogy ez... Aki volt a Kinderlide, Kinderspiele, de gondolom, te erről beszámoltál az önkormányzat, úgyhogy erről nem kell, szerintem megint bővítünk Duna Bogdány hírnevét. Aztán júniusban volt a pörkölt főzőverseny, ugye az tulajdonképpen alapítványi program, de hát akkor is a nemzetiséghez tartozik. Volt az augusztusi búcsú és a 25 éves partnerkapcsolat. Hát aztán kivettük a részünket, nem kell mondani, az egyik estét, az szinte a nemzetiségi programok hajtották végre, és úgy, hogy az új ruhában már a táncosok, mivel készült nekik az új ruha, és azt hiszem, hogy nem sok ilyen nemzetiségi felállás van, hogy egyszerre fel tudnak lépni az énekkar, zenekar, táncsoport. Ez a Schwarznak egy nagyon jó ötlete volt. Én majd szerintem a Csillától fogok kérni erről egy videó részt, és ezt szerintem több helyen meg lehetne jeleníteni. A másnapot segítettük azért a malac, az remélem, hogy ez jó ötlet volt, és amellett megcsináltuk a gulyás levest, szerintem látványos volt. Én utána sütöttem még egyet, és egy darabig most nem. A környékben nem jó malac sütés, de végül is jól sikerült, és mindenkinek tetszett. Augusztus 23-án volt a kitelepítés megemlékezése Bogdányi. Egy nagyon szuper kis műsor volt a templom téren.
Ezt minden évben megtartjuk, és a gyertyag újítással együtt. A szeptemberi, ez már ugyanez most már a második fél év jócskán, de az énekkarok találkozóját, aki ott volt, látta, le a kalappal, a Nordi szervezte az egészet, és nagyon flottul, szerintem akiket meghívott, vendégeket, nagyon szuperul érezték magukat. A Norbinak az volt az elképzelése, hogy kicsit ilyen családias, ne olyan nagyon fellépős legyen, hanem szóval kicsit énekeljünk együtt, és kicsit legyünk közösen, és szerintem ez teljesen jól sikerült. 130, aztán 130 fellépő volt megint. A pályázatokról. 3 millió forint értékre pályáztunk. Hát sajnos ebből csak a Bundesminisztériumból kaptunk 440 ezer forintot a hittan és nemzetiségi tábor támogatására, és egy CD készítésre az Emberi Erőforrások Minisztériumtól 100 ezer forintot, pályáztunk még iskolakönyvekre, az örökségtárnál, az iskola lajtenbali utaztatására szintén nem kaptunk támogatást. Kórus találkozóra. A komplet pénzügyi beszállomolót a év végén tartanám, de most is folyamatosan vannak kifizetések, úgyhogy pontos számat, adatok nem lennének rendelkezésre. Viszont van egy jó hírem, hogy a feladat alapú támogatást idén 2 millió 67 ezer forintot kaptunk, a tavalyi 1 millió 350 ezer. Ez abból is adódik, hogy szerintem több programunk volt, talán jobban is csináltuk, meg egy kicsit meg is emelték a kvótát. Úgyhogy ennyi lenne. Nem tudom, akinek kérdése van, szívesen válaszolok rá. Én első körben köszönetet szeretnék mondani, egyrészt a beszámolóért, másrészt, amit leginkább a Bognányi búcsúban, tehát rajtam, aki a vendéglátásában nyújtott segítségét szeretném a Nemzetiségi Önkormányzatnak köszönni. Ott ugye a vendéglátásoktól kezdve, tehát ugye a csütörtök este éjjel az érkezés, nemzetiségi est, akkor a nemzetiségi esten ugye az ételek, italok, illetve az ételeknek a elkészítése, tehát ezek mind hozzájárultak. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon kellemes szint ad itt a faluban ez a nemzetiségi mag, úgyhogy bízom benne, hogy továbbra is ilyen sikeresen fog működni, és kívánok továbbra is ugyanilyen sikereket. Nem tudom, hogy bárkinek van-e kérdése az elnök úrhoz, hanem akkor én a részemről szívesen elfogadom ezt a beszámolót, aki ezzel egyetért, ezt kérem, hogy készenlésre érezze. Köszönjük szépen, Tamás, és akkor köszönöm. Próbálj.